Azon gondolkoztam, hogy olyan rég volt a járó, emlékszem, hogy ez a fa olyan kicsi volt, hogy nem volt még árnyék. Hitközségünk vezetősége nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a karcagi mártír megemlékezésen. Csillag Barnabás vagyok, a karcagi zsidó hitközség elnöke. Külön megtiszteltetés, hogy köztünk üdvözölhetem Dajs László főrabbi urat, Szilágyi Gábor kántor urat, F. Kovács Sándor urat, térségünk országgyűlési képviselőjét, Kubai Imre urat, Jásznagykun Szolnok vármegyei közgyűlés elnökét, Szepesi Tibor urat, Karcagváros polgármesterét, dr. Molnár Sándor alelnök urat, társegyházak megjelent képviselőit, minden kedves megemlékezőt, és végül, de nem utolsó sorban minden holokauszt túlélőt, aki a mindenható jóvoltából ma itt velünk lehet. Tisztelt emlékezők! Kérem, hallgassák meg Papfür János Auschwitz-Birkenau, avagy a Halál másnapján című versét. Sínek, kapuk, majd újra sínek. Észrevétlenül kiestek a ruhából a testek. Feloldódtak a színek. Vér, halál, majd újra vér. Még mindig itt lengenek a meddő gázban a szellemek. Füstjük poklontúra ér. Gyerekek, sírás, majd újra gyerekek. A roppant fájdalom, testekből gyúrt sárhalom. Fogócskázni vágyó tetemek. Félelem, arcok, majd újra félelem. A testetlen holtak még mindig vagonokat tolnak, földre rogyó, vérző térdeken. Sötét, köd, majd újra sötét. Holttestek magasan halmokba szórva, bennük halál kúszik, épp csak araszolva, majd megbújik az éjszaka mögé. Csend, lövés, majd újra csend. Lelkekben roskat álmok előtt áttetszően állok. Egészen más itt, idebent. Tisztelt megemlékezők! Mártírjaink előtt tisztelegve tartjuk ma itt temetőben ezt a gyászszertartást. Emlékezzünk, emlékeztessünk és figyelmeztessünk. Emlékezzünk, hiszen rövid időn belül már nem lesz, aki élő tanúként mondja el mindazt, ami történt. Emlékeztessünk, mert vannak, akik elfelejtették a Shoah borzalmait, és sajnos vannak, akik nem is tudják, mi történt az emberiség legsötétebb korszakában, 1933 és 1945 között Európában. És figyelmeztessünk arra, hogy ma, a 21. században, 79 évvel a holokauszt után az antiszemitizmus továbbra is létezik és terjed. 79 éve, 1944. június 18-án Karcagot is elérte a sötétség és a pusztítás. Karcagi gettó lakosságát átvitték Szolnoki cukorgyárba, és nem sokkal később bevagonírozták. Emlékezni gyűltünk ma itt össze, emlékezni és emlékeztetni a feledhetetlenekre. Holokauszt során 778 karcagi zsidóból 446 karcagi testvérünket gyilkoltak meg. Szilágyi Gábor kántor úr és Dajs László főrabbi úr gyászszertartása után a megemlékezés a rabbi síroknál fog folytatódni, majd ezt követően a temetőbe véget ér. Temetői megemlékezés után arra kérek mindenkit, közösen menjünk át a zsinagógába tartandó megemlékezésre. Ha megemlékezésünk után körbe mennek itt a temetőben, akkor láthatják, hogy az egész terület folyamatosan karba van tartva, sírok gaztalanításával megpróbáljuk az utókornak megmenteni ezt az értéket, de ez ma már embert próbáló feladat. Az tény, hogy a karcagi zsidó hitközség létszáma folyamatosan csökken.
mára alig csak néhányan maradtunk itt. Ez a piciny közösség lehetőségeihez mérten mindent elkövet, de anyagi lehetőségeink is végesek. Önök is láthatják és érzékelhetik, nem kis feladatról van szó. Ezért rendhagyó módon kéréssel fordulok mindenkihez. Ezúton kérek minden Karcagról származott testvérünket, adományaikkal, hozzájárulásukkal segítsék elő a temető folyamatos gondozását, a sírok karbantartását. Őseink, felmenőitek ebben a temetőben nyugszanak. Ez erkölcsi és vallási kötelességünk is. Adományaitokat és hozzájárulásokat a hitközségünk vezetősége nevében ezúton is köszönöm. Szeretném felkérni F. Kovács Sándor urat, térségünk országgyűlési képviselőjét, tartsa meg emlékező beszédét. Tisztelt főrabbi úr, kántor úr, kedves emlékezők! Az idő, ami eszünkbe juthat itt a karcagi temetőben, az idő, amit mérünk, ami telik, ami kétarcú. Az időnek két arca van, hiszen jó és rossz. Hiszen az idő, amikor begyógyítja a sebeket, akkor jó. Tompítja a fájdalmat, gyógyítja a sajgó sebet, amely már nem élénk, amely nem sajog úgy, csak néha-néha belehasít. Az idő jó, mert az emlékeket ködbe, homályba takarja. És az emlékek már nem fájnak úgy, csak hébe-hóba, csak néha hasítanak be, és ilyenkor az idő barátunk. De az idő az ellenségünk is. Hiszen ugyanilyen ködbe borítja a szeretett arcát, mosolyát, csengő kacaját. Távolba tűnik mindaz, aki számunkra oly fontos volt, aki mindent jelentett az embernek. Az idő jó, az idő rossz, az idő kétarcú. És ilyenkor, amikor a karcagi temetőbe állunk, látjuk ennek az időnek mind a két arcát. Hiszen itt, vagy innen távol, talán jeltelen sírokban fekszenek azok, akikre emlékezni kell. Akikre olyan távolinak tűnik a szeretett arc, a hang, a csengő mosoly, aki közé éket vert a kegyetlen idő. De azért vagyunk emberek, és a Teremtő azért adott emlékezetet és tudatot, hogy harcoljunk a kegyetlen idő ellen. Harcoljunk, hiszen ha nem harcolnánk, elfelejtenénk azt, ami történt. Elfelejtenénk a jót, a kedvest, a fontost, az értékest, és elfelejtenénk azt, aki rosszat tett, a gonoszt. Hiszen, hogyha az idő múlásával visszatekintünk, akkor nem mondhatjuk azt, hogy a jónak vége szakadt. Hiszen újból lesznek jók, újból lesznek fontosak, újból lesz csengő kacaj, újból lesz ölelés, simogatás, biztatás. De emlékeznünk kell arra, hogy újból lesznek rosszak, gonoszak. Hiszen ha egyszer egy gonosz elment és megszűnt, az nem jelenti azt, hogy soha többé nem fog előjönni. Mert ugyanahogy a jó, a rossz, a kétarcú idő, a kétarcú ember is itt van köztünk. Itt van a jó, és itt van a gonosz. Itt járkál, itt tevékenykedik, és ha elgyengülünk, nem figyelünk arra, amit távoli ősök üzentek, akkor a gonosznak, a rossznak újból teret adjunk.
Azért kell emlékezni, azért kell minden évben itt lenni, a karcagi temetőben, a zsinagógában, hogy figyelmeztessük azokat, akik nem emlékeznek, akik nem tudják, hogy ugyanúgy a jó és a rossz is köztünk van. És hogyha a rossznak teret adunk, akkor újból kegyetlen lesz, újból veszteséget, újból fájdalmat fog okozni mindannyiunknak. Én kívánom azt az itteni emlékezőknek, és azoknak, akik utánunk jönnek, hogy azt a tanúságot, amit a holokauszt üzen nekünk, a kedves arcokat, a csengő mosolyt, ne felejtsük. És ne felejtsük azt, akiknek tragédiát köszönhettük, mert ez az emberi tulajdonság itt van köztünk. Én mindenkinek méltó megemlékezést kívánok, és kívánom azt, hogy minden évben gyarapodó közösség jöjjön itt Karcagon össze, hiszen hiányoznak a fiatalok, hiányoznak azok a fiatalok, akiknek ezt a tanúságot az idő jó és rossz arcát át lehet adni. Köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen elnök úrnak az emlékező szavakat. Felkérem Zirágyi Gábor kántor urat és Dajs László főrabbi urat, tartsa meg a gyászeltartást. Kérem álljanak föl. Tisztelt emlékező gyülekezet! Szeretettel köszöntök mindenkit ma itt a temető meghitt hangulatában. Szeretettel köszöntök mindenkit azért is, mert most már több mint 20 esztendőn át én jöttem ide, hogy megtartsam a megemlékezést, megemlékezve elhurcolt szeretteinkre. A temető a szent hely. Itt nyugosznak testvéreink, többségében karcagiak, akik itt alusszák örök álmukat. Egykor az örökkévaló mondta Mózesnek a csipkebokornál, az égő csipkebokornál, Kia mókai máser átú ajméd ólov admász kaides hú. Mert az a hely, amelyen te állsz, szent hely az. Emlékezni és emlékeztetni jöttünk ma ide, a karcagi zsidó temetőbe. Emlékezni mártírjainkra, azokra a zsidó emberekre, akiket a 20. század nácizmusa idején ebből a városból vagy a környékbeli településekről hurcoltak el. De emlékeztetnünk is kell, hogy ne menjen feledésbe a 20. század legnagyobb bűne, az, amikor tömegesen ölték meg a kiszolgáltatott zsidó embereket,
édesapákat, édesanyákat, öregeket, ifjakat, gyermekeket és csecsemőket. A 20. század nácizmusáról szólunk ma itt, amikor Radnóti szavaival az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjelölt, nem csak parancsra. S míg balhitekben hitt, stajtékzott téveteg, befonták életét vad kényszerképzetek. A megszorító zsidó törvények sora 1920-ban kezdődött el a numerus clausussal, amely törvény kimondta, hogy csak korlátozott számú zsidó fiatalt vesznek fel az egyetemekre, főiskolákra. E kényszerhelyzet miatt a magyar zsidó származású tehetséges fiatalok nagyon sokuk külföldön szereztek diplomát, és külföldön váltak az ott befogadó országok tudósaivá. Az első megszorító zsidó törvényt még három követte, amellyel tönkretették a zsidó emberek életét. Kiszolgáltatottan, megalázottan kellett élniük testvéreinknek, amíg élhettek, mert aztán jött számukra a biztos halál. Tisztelt emlékező gyülekezet, emlékeznünk kell, mert ha ezt nem tennénk, akkor azoknak az ügyét segítenénk, akik tagadják a holokausztot, akik tagadják a világégést. 1941-ben tényleges katonai szolgálatra hívták be a fiatal zsidó férfiakat, majd visszaminősítették őket munkaszolgálatosoknak. Amikor pedig a keleti frontra, Ukrajnába küldték a munkaszolgálató századokat, egykori feljegyzések szerint úgy bocsátották útra őket, hogy meghagyták a keretnek a feljebb valóik, hogy ezeket többé ne hozzák haza, hogy ezek ott vesszenek el. 1944. március 19-e után, amikor a német hadsereg minden ellenállás nélkül megszállta Magyarországot, már megpecsételődött a zsidóság sorsa. Kirabolták, megalázták, gettókba zárták őket, csak azért, mert zsidók voltak. Majd jött a koncentrációs táborok kinkeserve, ahová marhavagonokba embertelen körülmények között hurcolták el őket. Történelmi írásokban olvasható, hogyha a magyar hatóságok nem lettek volna ennyire készségesek a vidéki zsidóság deportálásában, akkor nem zajlott volna le olyan gyorsan a deportálás, és akkor talán nem pusztult volna el annyi ember. Sajnos azonban a tények azok tények maradnak. 6 millió európai és ezen belül 600 ezer magyar zsidó ember lett áldozata a nácizmus pusztításának. Ezek között volt a karcagról elhurcolt zsidóságnak is majd 500 tagja. Mártírjainkra az egykor itt Karcagon és környék településein élt zsidó emberekre emlékezünk. Végezetül álljanak itt Szabolcsi Lajosnak versorai, Dalolj búshimnusz, dalolj örök ének, kit egymásnak adunk tűnő nemzedékek. Zenélj örök dalt életük felett, mi is elmegyünk egyszer majd veled. A kezdet sok, a vég csak egy lehet. Szeressétek hát egymást, emberek. A harcnak ott kün úgyis vége van, a sírok között ott már béke van. Halljátok-e? Hogy zúg, hogy zeng, hogy száll, hogy mit üzen a ködben a halál,
halljátok-e, izgadál, izgadál. Tisztelt emlékező gyülekezet! Ezekkel a gondolatokkal emlékezünk ma itt mártírjainkra, Karcagról és a környék településéről elhurcolt és legyilkolt zsidó testvéreinkre. Szájon értük szívünk, lelkünk mélyéről feltörő imánk, menókonök hajnó, bisívaj jajnó, tághász, kánfeása kínó, me málaiszkő dajsimotok hajrém, közzajkár, hurukia, mőírim, aszkírim. Csendes nyugalmuk legyen, nyugalmuk helyén, Istenünk védőszárnyai alatt, a tiszták, a szentek ragyognak, mint a csillagok. Tök hénapsaj székemcő rúró, bicrajrá hájim, legyen lelkük bekötve az örök élet kötelékébe. Amén. Il muli rachamim shoyachin mamroimim hametzim enuchon echoyenu al kanfi hashchinu Bemalois ke daishimut hayarim kezay khagokia nirim umasirim esenish mois achinu kol besisrui שאומסו, שנרגו, שנרגו, ושנשרפו, שמוסרום נחשום, על קדושס השם. שאונו מספללים ביד חסקורס נשמוסום מגנידן, מגנידן תחים נוחוסום לוחים מלו רחמים יסטירויסום כנופום לאילום, לאילומי. מייצרוי, מייצרוי החיים אס נשמוסום, הדוי נויכו נחלוסום, מיונוכו על משקום. משולים מנאמר מכירים את הפיוקות מונדוק הקזשן קאבישימאר ריסקדאל ריסקדאל שמירבו ועולמו דיברו חירוסי, וים נחמרוסי, וחיי חול וביימי חול, וחיי דכל ביס ישראל, בגולו וזמן קוראים, ואימרו אמן. ישמירה במבורך, לעולם לא מעולמיו, יזבורך וישתבק, ויספר וישראימה, ויסנשא, ויסדור ויספלה ויסהלול, שמי דקודשו בריחו. לילו מן כל ברכוסו ושירוסו, ושבחוסו ונחמוסו, תאמירום בעולמו ואמרו אמן. ישלומו רבו משמיו, וחיים עולינו והכל ישראל, ואמרו אמן. ויעשה שלום במרומו, ויעשה שלום עולינו, והכל ישראל, ואמרו אמן. היי
helyezzük el az emlékezés kavicsait az emlékezésre. Szeretne még kavicsot elhelyezni, természetesen megteheti, az emlékezés a rabi síroknál folytatódik. Tessenek jönni, magadtan a kezelet. Eljönjünk az anyánkám, úr, kiámérni az kirém, eszni is más, majd én orrább, ma is ára inne, benne, majd én orrább, sajmet szví, se olák lajló, mai bábi, és a nőz famlász kurász is múszai, gyurán éden, tőkém, nikúszai, lukém, balurakámém, kászérék, hóvőszéi, szerkön a foglajló, mi vészavészai, lakáim, esz is múszai, Ádaj, naiki, nakadúszaj, vijúni Jákos Amiskó, vajvő nahaj már ommén. Kémüli rákám, mím, saikém, bandrói, mím, ámány szémének unakaj, lakám, fiások, én nobbe, már lesz kudasim, dajdém, közzaik, árul, kiamin, más hírjél, eszni is más, majd én órá, Schleimet zwi, ben moire moire in harabe nusun, Scherko lach loilu moi bavi, Schon is van las kudas nisch musai, Began iden tökem nikusai, Luchim baburachamim, Jastirich ube si, Serkön furai lumi, Isai bisai lachaim es nisch musai, Adai naiki nakalusai, Vijunak besam is kuvai, Venahai már omin. Imolira khami, Vinshai tibam droimi, Hamezim Adai naiki nakadusa, leszun Jákosan is kuva, benahai már omén. Émoi rachamim, sajki bandraimim, háme szemletun utvain lakám, fiasok innó, bevászkodási dajri közai, kárul kiamir az hírjén, eszni is mászé, vajon odább jó érde szállél benne, Majd én urráfé, majd se árajn, se húlak hajlom mai bábi, és a nizánász urász is múszai, bőgán igen, tökém, nipúszai, lukém, babrakamim, jászélék, húlszé, szerkülön foglalkom, én visszaviszai, akár mesz is múszai, Adai naiki nakalusai, Vinnakusan is kuvai, Venahai mahar omi. Adam fiasa finno, Vimalas kudashi medai dim kizai, Karuki aminas kidim, Esni is maase, Uisho murase, Faiger basia isi, Shavo kulai lumo bavir, Shoni svangas kudas nishmusa, Began iden, Tukim nihusa, Lukim baurachamim, Jászél a iszabeszé, szergön a foglajdom, mi visszaj, lakáj, ezt is musza. Ádaj, naiki, nakalúsza, veszú nyákosan is kúva, venahaj mahar, omnim. Én múj rakamim, sajtém, bambraimim, hámen szémenek, unakai, lakám, fiások, innó, bemász, kodási, midajdim, közai, kárul, kemű, az kérdim, ezt nincs más, jákva, évelej, benne, bóruk, Serkó lakrajlum, mojé bávi, és önnyi szállás kurászni is muszai.
בגנידן תקים ניחו סוילוכים ברחמים תסריכו בסיסר כנופו בלוי לומים ויסוי ויסוי החיים אס נשמו סוי אדוי נוי כי נחלו סוי ויוניח בשמש כובוי ונוי מהר אומין ישגדה ויסקדה שמי רבו אומין דור נודי ולפי סיבי אמור אי סיבה איכוי מי נמי חמה ויסוי ואלכוזן קורי ואימרי אומין אומין ישמי רבו ברק לעולם אומין מה יסבורך משתבך ויספר ויסוי ונסנס ויסר דור ויסר ויסר שמי ג'בריקי בריחו אילון כבריחו סומי שלו סוטי שבו סך סודם בידום ואומרי אומין אומין שלום רב משמי חיים עלינו מלכו ישראל ירים אומין ויש שלום אלוהים אופי אז שלום אלוהים ואקו ישראל ואימרי אומן Amin shaykin bam doimin Amen seyim lukun fayin lakafi asher kinu Gmalas kudashim doidim kusoyi karur kyanu maskirin Es nishma sure musir de yoysir Shavul akhlaizum moir davi Shavul nusam nasur as nishmu soyi Bgani den tukim niku soyi Luki balurachamin Yasiriku besi serkinu kuhay domi Visoy visoy lakhan es nishmu soyi Adoy noiki nakaru soyi ויוניח בשם ישקו בוי ונוהי מהר אומין אמוי רחמים שויקים במרוינים המצים ריפו נפרוין לאקם פי השכינו גמר הסכוד השבידי ריבקי זוי קרור כמר הסכירים אס נשמס ויועסיר בן פושיר שכולך לא אלו מוי באבי שנצבד לסכוד אס נשמו סוי בגן עידן פרקים וניקו סוי לוחי ברחמים יסריכו בסיסר כנופו בלוי דומי ויסוי ויסוי רחיים אס נשמו סוי אדוי נוי כי נחלו סוי ויוני הגשם שקובוי ונוי מהר אומין אמורי רחמים שויקים במרוימים המצים ונפנופנו אקם פי אשר כינו ואז קדשים דוירים כזוי קרו לכי אמין מזכירים אס נשמע סכו אישו חווה בזמר שכל כולו אלומו באוויר שבניצן לסקודס נשמוסו בגן עידן תוקים וניקוסו לוחי ברור רחמים תסיריכו בסיסר כנופו בלוי דומי ויסוי ויסוי רחיים אס נשמוסוי אדוי נוי כי נחלוסוי וסוניח בשם שקובוי ונוהי מהר אומין ישגדה וישגדה שמי רבו דול מודי ברוך ירוסי ימוני סיבה יקוי יולי כונן ויסוי ואלכוזן קורי וירומין הישבי רבו מרח ורומה יזבורך וישתבך ויסוע ויסוע נזנת ויסוע ויסוע ושע שמי תורכים ותפוחי לא נקבל כמו סוי שלו סופי ועושה כסודם מידם ואול מור וירבי אומין A karcagi volt titkösség elnöknek a sírjához megyünk. יסיריכו בסיסר כנופו בלוי דומי ויסוי ויסוי אחיים אס נשמו סוי
Adoy noihi nakalusoi, yunakushwanshku voiv nohi mahar umi, emuli rachamim shoiki babroimim, amet seimene kulukoi nakam, fiashoki no, bemales kudoshim doedim kuzoi, kadur kiavim irimi asirim, es nishmas muras hane basse shmuel. Sehulo ilumo bavish, anisfazas kudas nishmusa. בגן עידן תוקים בניקוס הלוקים בלברחמים יסירו איסו וסיסר כדוכו בלוי לומי ואיסו ואיסו אלחם אס תשמוסו אדוי נויקי נקלוסו וסונק ושלום ישקובו ונוהוי מהר אומין Gada viskada shvirabo, dolmo divru kirusi vjernih makusi, da ihvain vojmihvain hajde u vizi suel, bago lubiz makuri vibru umet, teš virabo muraku, amin, iskuraku, iškabak, vispar, visvame, visnasi, visador, visal, visal, švenkri čubariki, elom in kubri kosovic, usotiš bol sve gospoda, mirom, dolmo vibru umet, teš lomu rabu in švain, hajmo lidu makuri suel vibru umet, vaj se šulem im rojmo, ja se šulem lidu makuri suel vibru umet. Tisztelt emlékezők, mártír megemlékezésünk a temetőben itt véget ért. Együtt menjünk be a zsinagógába. Végezetül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött ma, és csatlakozott, és együtt közösen emlékezhettünk mártíreinkért. Közösségünk, egyáltalán a közösségek vidéken folyamatosan fogynak, ezért minden egyes lélek, minden egyes ember jelenléte nagyon fontos mindenkinek. És szeretném külön megköszönni Szepesi Tibor polgármester úrnak és Molnár Pál úrnak a karcagi temető gondozásában, rendbetartásában, a sírok karbatartásában és a temető nyírásában végzett pótolhatatlan segítségét. Köszönjük hitközségünk nevében. Mindenkit szeretettel várunk a zsinagógában. Köszönöm szépen!
Ennek az emberi találatnak és pusztításnak a kifejezésére nem létezik szó. Csillagdalmatás vagyok, Karcsi Zsidó ügyösséget mondtam. Ügyösségünk vezetősége nevében tisztelettel köszöntöm Önöket Karcsi Márti megemlékezésen. Külön megtiszteltetés a közöttünk üdvözöletem Dajs László főrabbiunknak, aki már több mint 20 éve jár Karcsi Márti megemlékezést tart. Szilágyi Gábor kántor urat, Kubai Imre urat, Jászlán Kuszolnok vármegyei közgyűlés elnökét, Szepesi Tibor urat, Karcsi város polgármesterét és a képviselőtestület megjelent tagjait, dr. Molnár Sándor elnök urat, nagy tiszteletű Fonsz Tibor esperes urat, Szentesi Lajos főgondnok urat, Habó Tibor urat, ügyülekezett Karcsi közösségének vezető lelkészét és a közösség ügyülekezett megjelent tagjait. Társaságházak megjelent képviselőjét, külön tisztelettel köszöntöm kapcsolatban helyet foglaló holokauszt túlélőket, akik a mindenható hóboltháború ma itt velünk lehetnek, és minden jelenlévőkben megemlékezik. Tisztelt emlékezők! Máté Ilyenkelő tiszteletben szólunk most időnkhoz. Emlékezzünk, emlékeztessünk és figyelmeztessünk. Emlékezzünk, hiszen rövid időn belül már nem lesz, aki élő tanulaként mondja mindazt, ami történt. Emlékeztessünk, mert vannak, akik elfelejtették a soha borzalmait, és sajnos vannak, akik nem is tudják, mi történt az emberiség legsötétebb korszakában, 1933 és 1944 között Európában. És figyelmeztessünk arra, hogy ma a 21. században, 79 évvel a holokauszt után az antiszemitizmus továbbra is létezik, és sajnos továbbra is terjed. Emlékezni gyújtjuk ma itt össze, emlékezni a feledhetetlenekre. Holokauszt során 778 karcoli zsidóból 446 karcoli testvérünket gyilkoltak meg. Ők azok a nagymamák, nagypapák, anyák, papák, testvérek, fiúk, lányok, akik ma egy sötét eszmény miatt nem lehetnek elünk. Ők is megbecsült dolgos polgárai voltak városoknak. Országunkon akkor, abban a nem is volt távoli múltban, elhatalmasodott egy sötét eszme. Karcagról és a környező településekről összegyűjtöttek zsidó testvéreinket, Karcag gettóba, majd a vagonokba terelték őket. És a vagonok elindultak. Elindultak a Szolnoki cukorgyárba kialakított gyűjtőtáborba, majd később a haláltáborba. A holokauszt során 778 karcag és zsidóból 446 testvére. Ünnepségünk kezdetén szokásoknak megfelelően gyertyagyújtásra emlékezünk a holokauszt során elpusztított 64 testvérünkkel. Ünnepségünk végén az előcsarnokban található Máté emlékfalánál, Dajs László főrabbi úrral, a jelenlévő társaságházak vezetőivel közös gyertyagyújtás fog történni. Aki szeretne még gyertyagyújtani, természetesen együtt megtenni. Szeretném felkérni elsőként Elek Ágnest, gyújtsanak a legelső gyertyát Elünfelné Zsuzsa néni, közelmúlóban elhúnyt legidősebb karcoli testvére nevére, aki holokausztról volt. Szeretném felkérni Kubai Imre urat, Jászlán Kuszolnok vármegyei közgyűlés elnökét, hogy ő sem van érzési gyertyáját. Thank you.
Szeretném felkérni Szepes Tibor urat, a Harcváros polgármesterét, hogy gyújtson az emlékezés gyertyáját. Szeretném felkérni a tiszteltő Kunsz Tibor esperes urat, hogy gyújtson az emlékezés gyertyáját. Szeretném felkérni Szabó Tibor urat, a hídgyülekezet karcai közösségének vezetőjét, gyújtson az emlékezés gyertyáját. És szeretném felkérni Dajs László főnöki urat, hogy gyújtson az utolsó gyertyáját. Az imént 6 gyertyát gyűjtöttünk meg 6 millió elpusztított európai zsidók testvérünk emlékére, és a gyertyahajtás alatt csönd volt ebben a csodálatos zsinagógában. Ha áldozatonként egy percig lenne ilyen csönd, akkor ez 11 évig, 5 hónapig és 1 napig tartozna. Döbbenetes csönd. 79 éve, 1944. július 18-án Karcagot is elérte a sötétség és a pusztítás. Karcagi gettó lakosságát átvitték a cukorgyárba, és nem sokkal később elvagonyozták. Következményeket minden jelenlévő ismeri. Tisztelt emlékezők! Karcagi zsidó hitközség elnökeként az eddig eltelt években sok megemlékezést tartottunk ebben a csodálatos évben. Évek alatt beszéltem a holokausztról jelentéséről, felidéztem Hitler emlékiratait, szót ejtettünk a holokauszt Magyarország előzményeiről, zsidó törvényekről és sok mindenről. Most engedjék meg, hogy néhány gondolatot megosztok önöknek arról, hogy az Egyesült Államok holokauszt emlékmúzeumának anyagai szerint mi vezetett el ehhez a szörnyű gaztetthez, mik a holokauszt alapjai. A holokauszt 6 millió európai zsidó szisztematikus, államilag megtervezett és irányított üldöztetése volt, és meggyilkolása, melyet a náci német rezsim és szövetségesei, valamint kollaboránsai hajtottak végre. Holokauszt egy fokozatosan kiterjeszedő folyamat volt, mely 1933 és 1940 között zajlott le Európában. Legfontosabb tények. A holokauszt alapja az antiszemitizmus volt. Az antiszemitizmus, vagyis a zsidókkal szembeni gyűlölet vagy előítélet, náci ideológia egyik alaptételét képezte. Ez az előítélet egész Európában elterjedt. A zsidó náci Németország általi üldöztetése 1933 és 1945 között folyamatosan terjedt, és egyre szélesebbé vált.
Ez a radikalizálódás 6 millió zsidó tömeges meggyilkolásával csúcsosodott. A második világháború alatt a náci Németország és szövetségesei, valamint kollaboránsai életveszélyes körülmények, brutális bántalmazás, tömeges agyonlövések és elgázosítások, valamint speciálisan kialakított kivégző központok segítségével megölték az európai zsidó közel 2/3-át. Az Egyesült Államok Holokauszt Emlékmúzeumának definíciója szerint a holokauszt évei az 1933 és 1945 közötti időszak. A holokauszt 33. januárjában kezdődött, amikor Adolf Hitler és a náci párt hatalomra került Németországban, és 1945. májusában ért véget, amikor a szövetséges hatalmakkal legyőzték a náci Németországot a második világháborúban. A holokausztot olykor Shoának is nevezik, ami a katasztrófa szó névvel megfelelője. Amikor a nácik Németországban hatalomra kerültek, nem kezdtek azonnal tömeggyilkolást végrehajtani. Azonban hamarosan arra kezdték használni a kormányzást, hogy célba vegyék a zsidókat, kirekesszék őket a társadalomból. Náci német rezsim más antiszemita intézkedések mellett diszkriminatív törvényeket hozott, és erőszakos akciókat szervezett a németországi zsidók ellen. Az üldöztetés 1933 és 1945 között egyre szélsőségesebbé vált. Ez a radikalizálódás olyan terve csúcsosodott ki, amelyet a náci vezetők a zsidó kérdés végső megoldásának néztek. A végső megoldás az európai zsidók szervezett és szisztematikus tömeges meggyilkolását jelentette. A náci német rezsim 1941 és 1945 között hajtotta végre ezt a népgyilkolást. És hogy miért vették célra a zsidókat? A nácik azért vették célba a zsidókat, mert szélsőségesen antiszemiták voltak. Ez azt jelenti, hogy előítéletei voltak a zsidókkal szemben, és gyűlölték őket. Valójában az antiszemitizmus ideológiája egyik alaptétele, egész világnézetük alapját képezte. A nácik alaptalanul a zsidókat tették felelősségi németországi társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális problémáikért. Ők letukkolták a Németország első világháborús feleségét is. A németek egy része fogékony volt ezekre az állításokra. A háború elvesztése miatti düh, valamint az azt követő gazdasági, politikai válság egyaránt hozzájárul az antiszemitizmus erősödéséhez a német társadalomban. Hogy hol zajlott a holokauszt? A holokauszt a náci Németország kezdeményezése volt, mely Európában németek és a tengerhatalmak által ellenőrzött teljes területre kiterjedt. Ez szinte az egész európai zsidó lakosságot érintette, amely 1933-ban 9 millió embert számlált. És mit jelentett a zsidókérdés végső megoldása? A náciknál az európai zsidók szándékos és szisztematikus tömeges meggyilkolása. Ez volt a holokauszt utolsó szakasza, amely 1941-től 1945-ig tartott. Bár sok zsidót öltek meg a végső megoldás kezdete előtt is, de a zsidó áldozatok túlnyomó többségét ebben az időszakban gyilkolták meg. A náci Németországban példátlan mértékű tömeggyilkosságokat követtek el végső megoldás részeként. Gyilkosságban két fő módszert alkalmaztak. Egyik módszer a tömeges agyonlövés volt, német egységek ezeket a tömegmészárlásokat falvak, valamint kisebb és nagyobb nagyvárosok peremén hajtották végre, szerte Kelet-Európában. A másik módszer az áldozatok mérges gázzal előidézett megfullasztása volt. Az elgázosítás koncentrációs táborokban és gáztelenítő segítségével végezték el. A holokauszt azután kezdődött el Németországban, hogy Adolf Hitler 1933. januárjában kinevezték kancellárnak. És hogy ki volt felelős a holokauszt végső megoldás végrehajtásáért? Sokan felelősek a végső megoldás tervezéséért és megvalósításáért. Ami a legfelsőbb szintet érteti, Adolf Hitler inspirálta, rendelte el, hagyta jóvá és segítette elő az európai zsidók meggyilkolását. Hitler azonban nem egyedül cselekedett.
Nem ő készítette a végső megoldás végrehajtásának fontos tervét sem, más náci vezetők voltak azok, akik közvetlenül irányították, megtervezték és végrehajtották a tömegmészárlásokat. Köztük volt Helmut Göring, Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich és Adolf Eichmann is, valamint Horthy Miklós kormányzó szerepével is mindenkinek tisztában kell lennie. 2020-ban és 2021-ben Magyarországon is jelenlévő Covid miatt megemlékezést csak a temetőbe tartottuk, de tavaly ismét visszatérhettünk ebben a csodálatos épületbe, újra karcok és magukát emlékeztünk és emlékezhettünk, és ma is itt vagyunk. Az elmúlt napokban megemlékezésre készülve sokat gondolkodtam azon, hogy lehetne erre a szörnyű tragédiára hitelesen emlékezni. Mi is lehetne az, amit itt el kellene mondanom önöknek. Radnóti Miklós csodálatos költő munkaszolgálatos volt. A 7. Eklóba című verse 1944-ben Szörnyi Bokorban lágerben született. Rendhagyó módon mai korú modern technikájának segítségével kérem hallgassák meg Luther Imre előadásában Radnóti Miklós 7. Eklóba című versét. Beszél, ha félünk kimondani el.
tudásunkhoz híven a karcagi hírmondóban az idén is nyilvános meghívóval tájékoztató karcagváros lakosságát a nagy megemlékezésre. Nagy öröm számomra, hogy ilyen sokan megtiszteltek bennünket, és jelenlétükkel is közösen együtt emlékezhetünk mártírjainkra. Ha közösen emlékezünk a holokauszt során legyilkolt több mint 600 ezer zsidó vallású magyarországi állampolgár, magyar állampolgár emlékére, akkor azt méltó módon és történelmi tényekkel azonosan kell megtennünk. Ha most felnézünk az égre, eszünkbe jutnak azok az emberek, generációk, akik ezekből a parcsolatból is hiányoznak. Ha most szétnézünk a padok között, akkor mindenható jó voltából még közöttünk üldöző veletünk azokat a keveseket, akik túlélték a borzalmakat. Kötelességünk megemlékezni mindazokról is, akik a szörnyű tettek után visszatértek a pokolból, és fáradhatatlan munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ma itt ebben a csodálatos zsinagógában lehetünk. Ők voltak a közösségünk fényei. Tisztelt egybegyűltek! Szavainkkal és tetteinkkel emlékezzünk mártíreinkre, a múltunkra. Ha ezt így tesszük, akkor helyesen járunk el. A múltat, a jövőnek megőrizni, a mi kötelességünk. Szeretném felkérni Hubai Imre urat, Jász-Nagykon vármegyei közgyűlés elnökét, hogy tartsa meg emlékező beszédét. Szeves Tiborról,
egymással, amit nem szeretnél, hogy veled tegyenek. Ennek az arany szabálynak nevezett tanításnak a lényegét már az ókorban is megfogalmazták, alapvető erkölcsi verszint. Szinte az összes vallás szentkönyve tartalmazza a tanítást, miszerint az ember úgy bánjon a többi emberrel, ahogyan szeretné, hogy mások bánjanak vele. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt megemlékezők! Sajnos ennek a tanításnak nem mindig fogadták meg a gondolatot. 1933 és 1945 között a magyar zsidóság közel kétharmadát elpusztították. Több mint fél millió ember esett áldozatul a munkaszolgálatnak, a német náci és magyar cinkosaik által megszervezett deportálásoknak, a magyar hatóságok brutalitásainak, a halálmeneteknek, az auschwitzi gátlásításoknak, a tömegkivégzéseknek, a koncentrációs táborok szörnyű körülményeinek. Magyar zsidókat gyilkoltak a budapesti utcákon, a vidéki gettóban, német lágerek szöges drótkerítése mögött, a birkenaui gázkamrákban, az országban. A holokauszt minden tizedik, a legnagyobb náci megsemmisítő tábor, Auschwitz-Birkenau minden harmadik áldozata magyar volt. Ezek és ezek, akiket megszámozott, felcímkézett vagonokba, gettóba, munkatáborokba, erőltetett menetekre kényszerítettek. Ezek és ezek, és köztük az a 446 karcagi zsidó polgártársunk, akiket elbúcsoltak és meggyilkoltak. Ők azok a karcagi honfitársaink, dédapák, dédanyák, nagymamák, nagyapák, fiúk, lányok, családok, akik ha nem lehetnek velünk, csak emlékeinkben. Tisztelt megemlékezünk. Hajtsunk fejet, és emlékezzünk múltunkra. Múltunkra, hiszen a ma is ebben gyökerezik, és a jövőnk is ebben gyökerezik. Hajtsunk fejet a mártírok, közte a karcagi mártírok emlékezők. Mondjuk el a megtörtént tényeket gyermekeinknek, unokáinknak, hogy okuljanak, és ezáltal jobban értsék a mai történéseket is. Hajtsunk fejet a túlélők előtt, azok előtt, akik ma már egyre kevesebben vannak közöttünk, de példát szolgáltattak emberségből, abból, hogy a tragédiák ellenére emberek tudtak maradni. Adjon erőt mindannyiunknak az emberségünk, reménységünk, jövőbe vetett hitünk, hogy soha ne feledjük, ne tedd mással, amit nem szeretnél, hogy veled tegyen. Köszönöm, hogy tiszteltek. Oh, mercy.
Amikor az egyik elmegy az örök
életben már is megszületett egy másik igaz ember. Minden nap elmondjuk az imában, Borchénu finu, kulónu tehot, te vajkon echo, kive vajkon echo, nosatu lónu, a dojsem lajkénu, tojtas chayim, iba vas kreset, usdoku uve ruku, verachamim, vechayim vesulaj. Örökkévaló, áld meg minket ragyogásoddal, tündökléseddel, mert arcod világosságában adtad nekünk Istenünk az élet tóráját, a szeretetet, az igazságot, az áldást, az irgalmat, az életet és a békét. Tisztelt emlékező gyülekezet! A 20. században, a nácizmus idején nem volt értéke az emberi életnek. Nem volt sem jog, sem igazság, amely megvédte volna a zsidó embereket. 1944. márciusával, Magyarország német megszállásával az akkori hatalom kiszolgáltatta a zsidó embereket, az emberiség az ellenségnek, de nem csak Németország náci katonáinak, hanem a magyar csendőröknek és nyilasoknak is. Ezek az embergörbe bújt haramiák meghurcolták, megkínozták és embertelenül legyilkolták testvéreinket. A Szentírás szavaival Ám ille alibaj hió, éni jajdomájén. Értük sírok én, értük könnyezem. Tisztelt emlékező gyülekezet! Az emlékezésnek és az emlékeztetésnek óráján ezekkel a gondolatokkal emlékezünk mai mártíreinkra, akiket soha nem felejtünk. Szálljon értünk szívünk mélyéről feltörő imány, a doktora bajnó, a sírba a jajnó, tász kámfiás a kínó, de már lesz gudajség, hogy a bajré, a zajkárnó, kiámérjük a szívén. Csendes nyugalmuk legyen, nyugalmuk helyén, Istenünk védő szárnyak alatt, a tiszták, a szentek, ilyenek, és ragyognak, mint a csillagok. Tő kénapsaj székencő rúró, biztraj rá hájém, legyen lelkünk megötve az örök élet kötelékébe, amen. Ah, 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 ah
1944-ben Auschwitzban és más haláltáborokban meggyilkolt karcagi mártír zsidók örök emlékére. Shemirabo, the Olmo, Ibru, Kirusi, Yamim, Makusei,
Mártír megemlékezés itt az előcsarnokban véget ért, mi természetesen a gyertyát szeretnénk nyújtani, mert tehetünk. Köszönjük, hogy megtiszteltél minket. Köszöntöm nézőnket, Csillag Barnabással beszélgetünk, hiszen az előzőekben lezajlott a holokauszt megemlékezés a karcagi zsinagógában. Előtte még az eső előtt szerencsére sikerült a zsidó temetőben is megtartani a megemlékezést. Végre tudnak emlékezni, hiszen a Covid miatt volt, amikor ez elmaradt. Milyen gondolatok fogalmazódnak most meg önben azon kívül, hogy nagyon rossz dologra kell sajnos emlékeznünk? Köszöntöm én is a kedves nézőket. 79 éve emlékezünk. Karcagi zsidói község idén a megemlékezését a temetőben és a zsinagógában is tartotta. Így igen, tehát a Covid után újra tudtuk nyitni már a tavalyi évben az épületet, és úgy láttam, szétnéztem a padok között, és szétnéztem a temetőbe is, hogy idei évben nagyon sokan voltak, és ami külön öröm számomra és a hitközség számára, nagyon sok új arcot látok. Ez nagyon fontos, hogy újabb és újabb emberek jöjjenek a közösségekbe. Nem feltétlen fontos, hogy zsidó vallású ember legyen az illető. Mi minden rendezvényünkre szeretettel várunk nem csak a zsidó vallású, hanem más egyéb vallású embereket is. Fontos nekünk, hogy nyitottak legyünk. A nyitási programunknak híven az idén is megjelent a meghívó a Karcagi Hírmondóban, és én úgy gondolom, hogy ennek is köszönhető az, hogy egyre többen jönnek, és egyre érdeklődőbbek az emberek, amit ezúton is köszönök. És láttunk fiatalokat is, iskolásokat is, akik érdeklődőként jöttek, nem családtaggal érkeztek. Viszont beszéljünk arról, hogy nagyon fontos volt a hat ember, aki meggyújtotta a gyertyát. Először beszéljünk az elsőről, hiszen a Elek Ágnes tanárnő volt az, aki az első gyertyát gyújthatta, és édesanyjára is emlékeztünk egyben. Így van, a 6 millió elpusztított hittestvérünk emlékére ez egy karcagi hagyomány, itt ezt én így vettem át, így örököltem meg az elődömtől, Rozinger Oszkár elnök úrtól. Az ő idejébe kezdődött ez a hagyomány, hogy 6 gyertyát gyújtanak a 6 millió áldozat emlékére, és ugye minden évben tanakodunk és kigondoljuk, hogy ki legyen az a 6 ember, aki meggyújtja ezt a gyertyát. Az idei évben sok gondolat keringett a fejemben, és a legelsőt mindenképpen azt szerettem volna, hogy Zsuzsa néni gyújtsa meg a gyertyát. De sajnos Zsuzsa néni, Erőfelné Zsuzsa néni, 99 éves elmúlt, és már éppen a századikba lépett, amikor a közelmúltban sajnos elhunyt.
úgyhogy ő nem tudta ezt a gyertyát már meggyújtani, viszont a lányát megkértem, hogy Zsuzsa néni nevében Ági, Elek Ági meggyújtaná az első gyertyát, és ő könnyek között, de igent mondott. Aztán a következő gyertyát nagy örömömre elfogadta a felkérést Uba Imre úr, Jász-Nagykun vármegyei közgyűlés elnöke. Ő gyújtotta meg a következő gyertyát. Aztán Szepesi Tibor polgármester úr a hagyományokhoz híven, mint a város polgármestere, gyújtotta meg a gyertyát. Ez is egy nagyon fontos szimbólum és egy fontos gesztus. Fontos a közösségünknek a város, a városnak pedig fontos a közösség. Egy szimbiózisban élünk itt a polgárokkal, és polgármester úr, mint a város vezetője, a város polgárai nevében gyújtotta meg ezt a gyertyát. És beszéljünk a következő két gyertyagyújtóról, hiszen az is, ahogy ön mondta, hogy próbálnak nyitni a város felé, a társegyházak felé is nyitottak most is. Most is, és a múltban is, és a jövőben is nyitottak vagyunk. A társegyházakkal nagyon szoros az együttműködés. Ha rendezvényeink vannak, akkor számíthatok a megjelenésükre, és hogyha nekik vannak rendezvényeink, akkor igyekszünk mi is mindent megtenni annak érdekében, hogy képviseljük magunkat ezen a rendezvényen. Úgyhogy a következő az nagy tiszteletű konstibor Esperes úr volt, aki nagy örömmel elfogadta ezt a felkérést, és a Református Egyház nevében meggyújtotta ezt a gyertyát. És az ötödik gyertyát pedig Szabó Tibor úr, a Karcagi Hitgyülekezet vezető lelkésze gyújtotta meg. A Karcagi Hitgyülekezettel és a Hitgyülekezet tagjaival is egy nagyon jó és nagyon szoros együttműködés van. Rendezvényeinket segítik, rendezvényeinkkel részt vennek, nagyon jó az együttműködés. És a hatodik gyertyát pedig szokásához szíven Dajcs László főrabbi gyújtotta meg. Így van, az utolsó gyertya, a hatodik gyertya immáron már több mint 20 éve a főrabbi úré, úgyhogy több mint 20 éve jár Dajcs László főrabbi úr Budapestről Karcagra rabbiként, és ő vezeti a mártír megemlékezést. Szilágyi Gábor kántor úr nevét is említsük még meg, hiszen ő is nagyon fontos szerepet vállal mindig gyönyörű énekével, azt gondolom, hogy picit átszellemülhet mindenki, és jobban átérezheti ezt a fájdalmat, amit önök átéltek és a hozzátartozók, és most itt állunk az emlékfal előtt, ahol sokan gyertyát gyújtottak. Így van, Szilágyi Gábor kántor úr nevét sem kell azoknak az embereknek említenem, akik járnak a Karcagi Hitközség rendezvényeire. Elválaszthatatlan részét képezi a karcagi programoknak kántor úr, és az ő csodálatos hangja, épp búcsúzol mondtam neki, hogy Gábor, az évek során csak egyre szebb lesz a hangod, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál velünk. Igen, tehát egy picit ennyit a fülnek, és ennyit a szépségnek, és a kicsit a felélénkülésnek, de ez egy megemlékezés volt. Itt állunk a mártír emlékfal előtt, több mint 440 név van a falon, ők mind meghaltak, mind elpusztultak, mind olyan karcagi polgárt, aki itt fent van a falon a neve, meggyilkoltak, és őrájuk emlékeztünk. Azért nagyon sokan nem csak ezen az egy napon emlékeznek rájuk, de ma, aki itt volt, ténylegesen a szeretteire emlékezhetett. Én azt kívánom, hogy még sokáig tudjunk együtt emlékezni, és ahogy ön is mondta, és többen is a szónokok közül, hogy ne forduljon elő még egyszer egy ilyen, ami megtörtént velük. Így van, egyetértek vele, ne forduljon elő még egyszer ilyen, és emlékezzünk közösen. Szeretettel látok mindenkit a rendezvényünkön, bármilyen rendezvényünk. Próbálunk mindig meghívót megjelentetni. Nyilvánosak a rendezvényeink, úgyhogy nagy szeretettel várok minden kedves érdeklődőt. Köszönöm annak, aki emlékezett, köszönöm annak, aki itt volt, és annak is, aki sajnos nem tudott jelen lenni, de több értesítést kaptam, hogy családi okok miatt, egészségi állapot miatt, ne adj Isten, egy nyaralás vagy elfoglaltság miatt, munka miatt nem tudott itt lenni, de lélekben velünk emlékeztek. Köszönöm a lehetőséget is, és köszönöm, hogy itt voltak. Mi is köszönjük. Yes, sir.